az volt a terv, hogy marad a jobbos? Igen. Eredetileg igen. Ha elfért volna a leömlő, akkor maradt volna. Ja, jó, de azt hittem, hogy az a terv, hogy a balosítás nem marad a jobbos párnak. Ja, volt olyan is. Volt olyan is, hogy kiveszünk a kecsütartatot, kér a kormányosok, az itt lesz a kilométer. És onnan kapcsolod a lámpát. Igen, most hova üljek be? Hát, szerintem. Itt nem navigátor lesz, hanem izé, fedélzeti mérnök. Azaz, copilot. Na az az igazi copilot, bazd meg. Az a lényeg, hogy a jobbos üléssel lehetőleg hátrébb kell tenni benne. Oda. Az kurva. Oda az? Az megint menő. Amúgy az mekkora kapat lenne, bazdmeg. Amúgy ide kéne tenni a jobbos ülést. Felrakod ide a hátulra. Amúgy is jól kilát. Amúgy menő. Nem biztos. Akkor gyors csat is. Várjál, lehet, hogy nem. Tehizém, szerenem. Előre hagyos. Ledönthetős. Nézd, itt a zsanérnak a helyet. Vagy csak, mint a izé. Tuning műanyag szék. Ez. Ennek van oldaltartása, meg minden. Azt csinál. Azt csinál. Na, már, új! Középre, te hülye, középre! Ne, várj, ide be tudjuk akasztani. Régen tuning. Volt? Na, add ide! Amúgy válod! És nem kormány kéne, hanem egyébként ezt lejjebb kell tenni, a lábadat le tudod oda tenni a két izére. Oda felállok, és egy gyeplő, nem kormány. És akkor megfogom. Kész! De akkor lehet, hogy három üléses csinálni. Jó, én az, amikor szopol. Mindegy kis malac. Oda kettőt, és egyet ide hátra. Egy királyit. Egy pápa mobil! Egy pápa mobil! És forgathatósra. Pesgő a kezedbe, és te leszel az első, akit viszünk, öltöny. A legdrágább öltönyödet fölveszed. Jó. És akkor vagy nyerő, ha nem öntöd le magad. Felveszek egy sisakot. Minek? Milyen mert sisakot? A Tony vezet. Nem, én megyek előtted, valami ultra morzsolódós moslék fos gumi, és amikor kiszálgetsz, mint aki mákos buvát neved. Ez itt és közben hibátlan. Nagyon közelül megnézni, mi az a smoke line. De vagyok rá. Egyébként. És ha nem? Nem valósítunk, közepesítünk. Zárt szemény csődarab, de beküldjük a izét, a kormányoszlopot, az Hello Kitty. Vagy akkor valósítjuk, nem? Egymással. Most mindenki. Ha most egymásnak kirogatnak, csak nem akarják, hogy halljuk. Szem. Akkor kezdjük el szétvagdalni a köteget. Írjuk össze, hogy még a Jack 20-szal, meg ugye akkor 20-10. Figyelj, amit van, pedálok, igen. Tehát fékpedál kuplunk, ha van csővel együtt. Ez így van, hogy... Fékcsövezésből akkor viszont kompletten meg kell csináljuk az egészet, mert a kuplunk az ugyanott jön ki, azt tudom. Ugye van, neked másik cső kell a pedálhoz, az alsó munkahengertől a felsőig. Igen. Igen. Pedál. Kuplunk pedál, fék pedál kompletten, ott nem tudom milyen tartó vagy kontroll van ott. Nál is, de. Tudod miért? Ez a kérdés meg van. Nem? Nál, ez mindenki le. Meg kell mérjem a meneteket, mert a főfék hengerbe így viszont más bemenet kell, és ide fölülök más fitting. Mert ezeket viszont most meg kell csinálni, ami szét van szedve minden. Hosszú vékony jó beér, rövid vastag többet ér. És ezt mondhatod fordítva is, mert eleve. Értettem, köszönöm. Na hozd a flexet. Sarokcsiszoló. Ha már kormányművet veszünk ki, ha már lengőkart lazítunk, akkor lehet, hogy én nekiesek gyorsan a két lengőkart megcsinálni. Holnap reggel azt le tudja fújni a Tóni. Sárga festéket ne vegyél. A kupak az sárga. Igen, az sárga, de hogy előbb szállt ilyen. Ha a kupak az sárga, nagy baj van. Menj a orvoshoz. Nem voltam még jó buliból, hogyha nem kellett egy pöttyös fosszal. Na de sárgával. Piros pöttyös az igazi mi? A piros pöttyös a sárga pockás alapon. Oké, a reléket. Azt ki tudjuk tisztítani a műanyagból. Ezt az egész kócerájt, ha egy picit kifűzöm a bandást, így el tudom hajtani. Azt eldugdosom ide-oda, oké. Nem akarom kivenni az egész kábelköteget, érted? Ez lesz. Vagy működik, vagy nem. Szevasztok, kedves gyerekek! Igazán rendhagyó helyszínről jelentkezünk innen a Bentley motorról. A szemfülesek egészen mást is kiszúrhatnak rajta. Na de amiért jöttünk? Augusztus 23-24-én a Mária Pocsi Rabócsi Ringen nem más, mint a Dream Masters mezőnye fog ellátogatni hozzánk. 27 országból a világ legjobb pilótái, többek között Calero Vanpera, a magyarok közül Kevinnek és Peti Robinak szurkolhattok, tehát mindenféleképpen érdemes eljönni. VIP egyből 10% kedvezmény, azzal tudtok menni még a depóba, ugyanis a depójegy már elfogyott sajnos. Catering, VIP lelátó, és a többi, plusz a bronz lelátón is van még hely. Oda is 10% kedvezmény van. JunkDM10 a kuponkód, további információk a verybikrace.com-on és a drifting.hu/shop oldalon.
Armédos utca. Hú, mondj, menj már arrébb. Hú, igen. Lehet, hogy itt a legbiztonságosabb. Hát Newton törvényei szerint. Én ezt értem, de akár még erre is ezek a csavarok így kirepülhetnek. Mellbe, bassz. Állok itt, és oda. Engem bassz homlokomba. Nem baj, hozunk egy fecskendőt. Ja. Kapsz egy adrenalin shotot. Még gyártja a kábelt. Azért csak meghúztad jobban. Teljesen biztonságos ez a, ez a rendszer, gyerekek. Nem kell itt aggódni. És várjál, hogyha ez működik a következőben, kivesszük a hatalmat. És akkor tényleg előjük. Figyeljük ki, rakjuk le. Ki? Mondom ki. Ó, működ. 5 volt, hát nem tudom, milyen áramot adjak. Fúrd is már meg, hogy mi a mechanikája. Trap. Ez egy ilyen motra. Jó, hogy motor van rajta? Igen. Ja. Vannak ezek a... Azt! Ez nem gázteló az, biztos. Várjál. Szerintem nem úgy működik ez, hogy balesetet van. Gyerekek, ebben van két erős. Ez nem gázteló, lát, rugó van benne, az kész. Építs meg mechanikusan. Azt pontosan ez fog történni. Ez? Szerintem utolsó. Figyelj, ne nyújkáljál már oda bele. Ne nyújkálj bele, mert a víres új látvány. Figyelj, a Tony kurvára elájul, csak szólok. Zsír meg. Jó lesz, kekszet fog megsérteni. Na hát ennyi, bazd. Ennyi. És ezt kézzel vissza is lehet tolni. Én ezt vágom, csak ezt a motor hogy működteti? Honnan a geciből tudja? Most már fogjuk megtudni. Ez hát másfél tonnát bír el, nem? Ez? Hát ha kire teszel, akkor igen. Így? Ah, igen? Jó, úgy értem. Ez ennyi. Le kéne hozni azt a motorot amúgy. Yes. Meg ezt kiírni a Gerinik kocsijába. Igen. Na, bizony. Geri, ezt most viccen kívül. De most viccen kívül nem arról volt szó, hogy szétborítjuk. Tegyük be a Dacia-t. Levettünk mindent, amit le akartunk? Nem? Erről már nem veszel el semmit. Oké, fizetted. Ja, hát akkor meg. És most nagy a szánk, mert nem tartozunk. Mondjuk ezt föl kell írni. Ezt föl kell írni. Mancs arcán ilyen őszinte mosolyt, hogy nem láttam. Ilyen olyan büszke az arca. Halljak meg, kevés kilométeres. Kicsit a vizet csüpégeti. Háromra. Gyere! Három! Gyere! Gyere, mondom! Nyomd meg! Gyere, mosson meg! Az a hú! Ez a felelő! Jaj, geci! Hangi kell! Fordíts már az elejét! Hát de hülye itt az eleje! Akkor a motor hátra! Így gondoltam! Na, Geri! Minden a bácsi fölkapja! Akkor itt a motor! Hol van a tuning káruház? Az eleje! Nem érted, hogy a hátulját kell nézni? Az meg a motornak a hátulja! Nálad volt az eleje! De most tolattunk! Na, Geri, miért nem állsz, hogy mindig veszem, bassz meg! Gyere, granulátomos hengerfej. Szakmai bemutatod, azt tudjuk a cipekérés utána hagyni. Kicsit úgy érzem, hogy Geri ezt most nem akarja. Azon a lukon te azt a motor beteszed oda, leszoplak. Én megpróbálom. Mondjuk ennyit megér. Ez mennyi buzi? És bazd meg oda, ki fogja elvinni? Tónész, gyerek, zárt, engedd el. Ne. Ne szeredd le az egész ajtót, légy szíves. Ügyes. Meddig akarjuk itt izéni tologatni? Nem. Pedig folyik. Na jó, várjál, akkor folyassátok. Nem, folyik az el, a kiskocsi jó folyt. Fogjuk már meg. Gyerekek, na. Egy, kettő, három, verünk! Azt a kurva meg. Tóri, mi a fasztod? Megfogtad a... Ez egy jó biznisz volt. Várjál, ne menj már rá egy kicsit. Csak hogy kifoljon. Hát, aki esik. Kicsi! Lehugyod a fa! Hát a Tóni úgy eldobta. Hát bazd meg! Kifordd a kezemből, ömlik el, angest! De most az nem számít, hogy folyik. Kivállalja a gépjármű hátuljának a lemosását, Tóni. De az most megvan, hogy egy olajos rongyal keni szét a fagyálót a tiszta autóm lökhárítóján. Azért nem az olajt, hogy csillogni fog. Ne haragudj, de mutasd meg, hogy ez volt tiszta. Őszi, amióta szétkented, sehol. Szebb, mint anyák napon. Ezért mások pénzt kérnek, csak mondom. Ez rejét ugod. Szagod meg? Nem természetes szaga van. De már érzed a fogaskerekeket, Geci, tudod így át.
Na, hol tart a dolog? Mossuk le a motrot, mert szeretek mosni. Eltakarítottuk a gárványművet, gárványműre ráraktuk az adaptereket. Beraktam a főfékhengert, pedálokat, fékpedál, kuplungpedál, a kábelköteget már elkezdtem ide oda húzgálni, ráncigálni. Kész vannak a lengőkarok. A helyeik megvoltak, csak ki kellett fúrni, vagy teljesen ki kellett találni? Nem, ki kellett. Hát úgy van, hogy nézd csak, ugye két réteg a lemez. Igen. Itt van. Is két réteg a lemez. Ez is az egyik rétegben benne van a helye. Hol látod legalább, hogy hova. Így van. Uh-huh. És akkor fogtam, kivágtam, kész. Tehát benne a fékpedál, kuplungpedál, gázpedál csak úgy odadobtam. Mert ott elkezdtem húzgálni egy-két kábelt, már van, ami elér, ahova kell, van, ami még nem ér el, oda, ahova kell. Ezt innen le kell venni, ezt innen le kell venni, oda át kell csinálni őket, és akkor tudom elkezdeni rendezgetni normálisan a kábeleket. Lámpakapcsoló marad itt, ja. Ezt a 8 darab kábelt kell meghosszabbítani, testeket átkötni, még nem látom át. Ez a mérhetetlen gazdagság. Micsoda? Ez, bassz meg. Ez nagyon drága. Ez drágította meg az egészet, Tony. Akkor politis szájjal kell hozzagát tegyen? Bizony. Bassz meg. Akkora hólyagos lesz a nyelve, amit kész lesz a versenyautó, olyan hólyagos lesz a nyelve, mire mindenki leszopok annyira, amennyire megérdemli. Zsolt, rá lehet adni hétvégét szerintem. Ez így néz ki. Egyébként. Ez a szar, bassz meg, hogy hiába találom ki fejbe, hogy mit akarok, hogy akarok. Ha nincs az, de azért fejbe egész jó kimozogtam, amúgy. Nekem muszáj volt ott összeraknom. Darabra is mindenre, de én fejbe összeraktam. Viccen kívül nem azért, hogy menőzzek, de ezt rakja már össze. Nem azért, hogy hát fejbe azért nem elnek. Nem akarok szopkodni, de... Na, azért most még ne kezdjük egymás faszát szopni. Ugye erre lesz emberem. Ja, még a kombinásra raktuk így ki, mert ugye nem volt egyszerre itt minden. Itt most, ami nagyon megdrágította a rendszert egyébként... Igen, az alkatrész halmazott. Ez itt így. Igen. Ezt, ha ezt összeadod, az 15, meg igen. Mondjuk mennyi? 3500 egy ilyen fitting? Valami olyasmi, ott a lista nálamban. Így van. Na kérlek szépen, ezt itt, tudod mivel lehetett volna kiváltani? Hogyha lett volna megfelelő. Kettő darab ilyen és igen. Egy darab csavar. Csak nem volt. Schmitt. Nem a nem volt, hanem az a baj, hogy 12-es. Ja, igen. Meg lehetett volna oldani az elejét mondjuk 2 méter csőből. És négy fittingből. Most megoldjuk ugyanannyi csőből, és 1, 2, 3, 4 fitting, plusz egy banjo, plusz egy áteres csavar, plusz egy télág. Ja. Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni. Ide adod? Bácsi kicsit orr nehézé teszi az autót, hogy fejle van, de hátra fejezzük. Orr nehéz. Ja, orr nehéz. A bácsi maga orr nehéz. Így van. Ahhoz benyomó, itt a nyomócső, egy kicsit takarítsátok fel, légy szíves. Lenne? Hogy még belőle? Aha, vigyázz. Egy kis féktisztító, basszal, lát rajta, ott a féktisztító. Ő az utcai. Jó, mit csinálsz? Jó, Isten áldjon már meg hátra. Jó, van az. Figyelj, ő fogta meg. Dani, menne ezt a videóba, majd veszek neked gatyát, csak csinálj. Közben plagoljad a Márkónak a csatornáit, légy szíves. Kövessétek be Márkót, mert nem tud szerencsétlen live-ozni, basszátok meg. És milyen jó lett így is sokkal több követője, mint a Kexinek. Tony vedd a szádba. Új, azaz. Igen, ez a visszafolyó ág. Így, ott majd lesz ott az ott. Ezt még itt el tudom hajtani, így, ha akarom. Milyen jó lesz a jobb kormányos a balosra? Mint a szarbaz meg. Na, szóval is kell vegyük, ha már ilyen kedvesek volt, az akciósan kaptuk a Puma Plus-szal. Mit fog csinálni? Le fog repülni. Nem volt nagy kihívás, mondjuk. Csak szólok, hogy azért amikor áthoztam a colos racsit, hogy ekkora izénye van, még ezt ráhoztam. Pöttyölő. Egyet megmutatok, ennek van egy közepe. Nem fúrjuk ki a két lemez, csak az egyiket. Ez az a lényeg, a ponthegesztést fúrom el. Ha? Ez lassan. Kalapáccsa? Vagy ölgyön? Gyerünk, Márko, dolgozz te is rajta. Ó, azt meg üssedem körben mindenhol. Melegkésünk kell. Ja.
Jó, ezt felírom, ne arra úgy, tehát ez kamerám van. Nem volt, semmi, ez három. Nem látszik, lófasz jó, jó, sem. Nem, sajnálom, ez... Tudod, mit ér? Semmi, bazd meg, hát ez az. Gyere le! Ah, mi a fasz? Getsz! Gyere már! Mi? Gyere le! Ne üsd kézzel a vatállat a lapács! Picit másik nem be kéne nyitni a fagyat. Tudnál akkor az... Nem lát, nem lé, nem láttam. Ezt felvetted? Persze. Ugyor nyergen baszott az aksi. Negyediknek. Hogy... Jó. Azért csak összejön. Mi? Ezt nem kell beírni, nincs. A faszom olyan piros az orrod, bazengnak ennyi. Jó? Melegem van. Na mi van? Semmi. Semmi? Minden nap itt tök nem van. Csak nézd meg, kérlek. Milyen szépen kérte, ha? Na, ezek a másik, láttad ezt? Nem az. Behangolta. Igen, mert képzeld el, hogy a hangja alapján hallom, hogy melyik pont hegesztésen vette el, meg melyik nem. Ne. Kettő van nulla. De miért nem a Tóni csinálja? A Márko fogja, és a Tóni üti. Áááá, geci, de félek! Merlémer, de... Majdnem jó. Merlémer, de jó. Gyerekek, Tóni fur. Bocsi, bocsi, kamera, ez a befekvő. Á, hogy te onnan belátol? Hát, a Glory Hall-ba beraknál. Áááá! Más is rakjunk már be. Egy bárhogy. Faszom! Azt hiszem, arra gondoltam. Szerdán! Faszom! A gyerekek, ki fogunk kapni? Mert ez sokkal drágább fúrom szerdán, mint az én kezembe kell fúrni. Másira! Már átment, ne foglalkozz vele. Isten faszát! Hideg volt. Gyere le! Ú, de szexuális vagy, e. Ó, és jönnek rá a rózsák. Oda néz! Oda néz! Juhú! Nem az enyém lenne, úgy kibasznám a gecibe. És hány helyen fúrtál át végül? Hát hallod? Hát azon át lehet fúrni, hallod? Ott. Én szerintem... Nem az, ez egy kicsit... Az a baj, hogy ott van klímacső, remélem abban nem fúrta bele a fúrót. Az ablaktörlő nem érdekel túlzottan. Visszahegesztik a lapot. Oda baszni a kezét, az a cső. Nagyon jó lesz. Simán. Ki van lakatolva? Csak próbáld fel oda. Csodás! Mielőtt bedurrantod a motort előtte, azért mesélsz belsőről meg ilyenekről? Köszönöm. Jó, köszönöm. Mert mennyi van? Hova került a biztitábla meg? Ott meg van, azt ott látod a műszerfalat, a biztitáblát. Hát igen, ott még nincs fölkötegelőzve meg semmi, csak úgy oda van téve. Annyit csináltam, hogy a biztitáblát azt ott hagytam azon a felén. Erről a feléről áthúztam oda a kormányoszlop kábeleit. Hány kábel volt egyébként? Satzfer, most nem pontosan. Két Kembusz kábel, 8 darab bármilyen más kábel, 6 darab vékony testet kellett elvágni, azt ott leközösítettem, és egy duplával áthúztam ide-vissza a saját helyére. Összesen 12 kábel. Ja. Jó, attól függetlenül ez nem egyszerű. Nem. A kormányvasat egy picit meg kellett könnyítenem, hogy az a nagy duncs köteg ott fölférjen a kormány fölé. Ezt kellett itt egy kicsit kikönnyíteni, és akkor minden elfért itt fönn. Ott van az EVS, a grundmodul, minden szar ott van fönn, majd azokat le kell kötözni, rögzíteni, az kész. Ezt meg ide visszahúztam, az cső. Igazából a belsejébe az övszemeket kell majd behegezgetni, a kéziféket, és össze kell rakni. És nagyon fontos, került még ide föl azóta? Nem. Oh. Négy. Igazából a első futómű össze van rakva, a szervócsövekkel, majd szervócsövekkel kell még majd baszakodni, fékcsövezés, meg mi egymás. A-band. Azt is most reggel csináltam meg, fölraktam a izét, úgyhogy ezt be kell durrantani, azt ennyi. Oh.
életed első kuplunk összerakása. Egyébként amúgy az tök menő, csak tudnám, mit csinálok? Kitaláltuk, hogy venni akarunk gokártot, mert ugye hát az a legelső motorsportos dolog, amire még talán pénzünk is van, és még talán van is értelme. Karbon kell tartani, fénycsere, gumicsere, akármicsere, érted, valami elbaszódik, azt meg kéne tudni szerelni. Nyilván a két műszaki eunuk beszélget, hogy szerinted mennyi, hát az meg a fele annyi cucc van benne, sőt, mennyivel kevesebb, mint egy autóban, nem kell ilyen izét, meg nem. Figyelj, mondom, feljövöm, Zsoltit mondom. Mi baj lehet? Szia, Zsolti, lenne egy kérdésünk. Mondjam. Kitaláltuk, hogy veszünk egy versenygokártot. Mennyivel nehezebb megszerelni egy versenygokártot mondjuk normálisan, mint egy autót? Az olyan kurva egyszerű mind a kettőt, hiszen csavarra tartják mind a kettőt össze. Ennyi? Igen, úgyhogy nem vettünk gokártot. Kész. Ki tudod húzni a közepét? Hallottam? Jó, amikor... Ismerős, mi? Hát? Amikor a barátoddal együtt vagytam. Jön, megyek. Nem állt föl, tudom. Oké, akkor már leesni nem fog. Ez ilyen autószerelő 69-es. Most már Szabót is játszol? Muszáj, bazd meg, mert a pedál... A pedált nem fogom tudni betenni. Gázpedált. Uh-huh. Oda, ahova kéne. Van már neki váltókarja, kézifékje, meg Nardi formája. AliExpress Nardi. Nardi, miről az? És érdekes már hozzá. Gyorsan a reggelihez szeletelek egy kis szőnyeget. Nagyon jó. Olajsár van, amit rákelhetünk. Természetesen. Stance a kocsi. Yeah. Balosítom a szőnyeget, bazd meg! Most ezt veszed? Persze. Mi akkor csömbbe maradsz? A lámpalázás leszek. Mi volt a kérdés, Erik? Hogy megyünk el hát a fel. Hát egy ki? Mennyiért mész bemutatózni? Jajjá. Hát az van, hogyha valaki fizet érte, hogy bemutassuk a gépjárművek és a Tóni szerencsétlenkedésének a tudását, akkor bárhova, bármikor elmegyünk, de jelen pillanatban nem bombálnak árajánlatokkal. Aha. Abból is tök jól megjel a Zsolt, hogy 30-20 álfáj leszedi a szellemeket a hátadról. Telefonszám majd itt lesz, 0690. Jósol. De a filterből. Ezt én nem hallgatom. Elsápadok. Be is indult, hiba kódok. Én önmagam és az autó hatása alatt voltam, úgyhogy nekem nem volt eszembe. Hallod, olyan hibakódokat kiütöttem, hogy hűtőszint jeladó be van dugva, az ablakmosótartály vezeték össze van sodorva. Nekem ne világ. Hát figyelj! A tetőt már próbáltátok? Igen, és azt is faszán. Próbáltuk, igen. Egészség. Lefújó szelep is működik, mint látod. Én pillanatokon belül a fékcsövezéssel fogom folytatni a tevékenységemet. Hát kellett jójózom itt a izével, az üléssel ide-oda, amúgy csak szólok. Még egy picit kívántad volna arrébb amúgy? Hát egy kicsit arra, igen. Hagyja faszom most. Na, oda nézd. Bazz meg, de jó. Személyre szabás, most mondtad. Nézd, személyre szabódott. Így kell csinálni, de a hangokat is adni kell mondani. A kanyarba, mert nem terhelés, tehát ez most pont jól adta. Figyelj! Aha. Semmi hülyeség. Én biztos, hogy bereknem a... Azért van ez. Sokkal rosszabb, de azt, ott még a földön nem tűnt ennyire rossznak. Kicsit ráigazítom a majd, csak megint befullad. Erre majd visszatérünk. Szíveskéz meg ezt a momentumot. Igen. És majd az első izénél, amikor... ezt csinálja, akkor majd... Akkor mi is volt? Akkor elővesszük. Majd mondani akartam, hogy mit csinálok, de videó készül róla. Na, gyerekek! Éppen szögön vagyok, várjál! Szerelőállás. Ó, itt van egy ilyen merevítvény. Na gyere, Tóni, szerelj! Majd végig kell sorakosszolnod, így. Így, meg így. Úgy szoktam. Úgy szoktad? Jó. Aló, kicsavaraztad a lengés csillapítónak a csavarját? Honnan? Fél tengelyből? Are you fucking dumb? Na. Szép volt. Csak nem fogta meg? Ezt elfejtettem. Csak figyeld, hogy a tetődet ne gyújtsd ki, ha lehet.
Mondnám, hogy egyre professzionálisabban sarokcsiszolt, de mondjuk nem feltétlenül hazudnék. Aksi, nem el. Gyakorlat teszi a mestert. Keci a szekasztát! Ugye, nem kell bepótolni az összes dolgot most így, hogy csak négy sérülés van. Kézzel le lehet reszelni? Összekontrasztáltok? Persze. Jéles. Kapd el! Hát csúnyák vettek olyan. Ahogy a Tóni szokta a gépekhez fogni, tudod ilyen. Az az az! Kis ujjára láttam azt. Ugye elárultak, geci. Hadd is be! Ez is be valami, úgy, az az. Jó, hogy nem remeg a bácsi keze. Toretto. Ja. Ugye. Elvileg meg vagyunk mindennel. Kipufogón kívül. Kipufogón. És mennyi ment rá egy hét? Egy munkahét, öt. Na. Kedden délután lett elkezdve, pénteken egy délelőtt mellétéve. Igen, és ma van én még azért szombaton itt molyoltam egy kicsit a kábelekkel, igen. Meg... Azért hat nap, mondjuk. Egy hét. És hát az egy hét az azért, a tegnapi nap az egy 17 órás nap volt, meg ilyenek, szóval... De ha napi 8 órában csinálod, akkor tudom, akkor két hét. Két hét, de mondom, normálisan meg van csinálva. Tök kultúráltam, balosítottam a lehetőségekhez képest. Azért mondom, hogy két hét alatt épült egy balosítás, meg egy riftautó. Futómű, hidrokézi, short shifter, hegesztett diffi, tehát ugye... Kuplung is más gondolom. Kuplung is. Minden. Sintérkuplung. Motorki. Motorbe. Tehát amikor valaki egy hirdetést, hogy egy ilyen autó mondjuk 1,5-2 millió forint, akkor nagyjából ennek a két hétnek a munkadíja lenne annyi, gondolom hát, én. Pont ezt akartam mondani, hogy hát, amúgy igen. Igazából, ha most ezt tényleg 10 napnak vesszük. Ha ezt utcára csinálnád valakinek, de ja. Mennyibe csinálnád ezt meg? Hát 18 óra. Hát 18. 10-szer. 10-szer 8. Hát mert 5 nap volt, de... Nem, egyébként egy egyes. 1 millióért. Plusz és a cuccok. Persze. Ha az alapot nem számoljuk, akkor ezt megcsinálni 2 millió. Plusz az alap. Másfél... Hát... Igen. 2 millió plusz az autó hozzá, és mondjuk L46, 330-ért tudsz venni mondjuk másfélért. Most már inkább csak 2. Azért mondom, hogy ki hogy veszi az autót meg az alapot, én azt mondom neked, hogy, egy egészséges ilyen setup azért egy 3-as. Ha valaki otthon magának ezt szépen megcsinálja, mert ért annyira hozzá. Igen, egy 2-3 hónap alatt szépen délutánonként összelapátolja, akkor nyilván ezt az 1 milliót megspórolja. De a szórakozás sose éri meg anyagilag. Anyagilag sose. Egy tesztkörre ready. Ez kedves fontallal, meg kedves szemben. Ugyanaz tényleg egyébként, most
még lehet, hogy biznisz is lesz. Milyen biznisz? Majd meghallod. Menjünk fel egy kört. Tök jó. Jó, mi? Hát meghallod, hogy figyelj már, az van, hogy... Akarsz majd valamikor versenyezni? Autóval versenyezni akarsz? Majd. Este, esetleges, néha. Miért? Akkor nem kell cső. Akkor értem, miért van szó. Komolyan. Akkor nem kell cső. Egy 5 perce itt ülünk, és csak én itt látok, hogy... Mert amúgy adja. Tehát amúgy elbeszéltük a mancsal, bemutatózni ez sokkal jobb egyébként. Sokkal názább. Meg lehet ezt magyarázni? Már kereste az indokokat, hogy miért ne? Hogy mi is azt csinálunk. Gondolom. De. Mikor akarod elcsinélni? Szóval te mit keresel itt egy vadonatúj székben? Az... Mert hogy már fölvetted erről? Fölvetted tegnap, nem? Én nem volt biztos. Hát ott eldöntöttem. Nehéz döntés volt, de... Döntöttem. Nem tartott sokáig. Elmondtam bánat. Neki. És neki nem volt más lehetősége. Ő három gondolattal ment haza este. Az első az ülés. Hogy az ülés, igen, hogy az szűk. Venni kell egyet, mert az tényleg kicsi volt, amit sikerült intéznem. A másik az, hogy Elden Ringben a Somber Smithing Stone-okat hol kell összeszedni. A Moonville katanához már összeszed. A harmadik, meg ugye Zsolti, mikor visszaértem a Szolnoki úri embertől, akit nagyon szépen ismét köszönjük a 13 felnit, meg az, hogy nem engedett belőle egy forintot. Pedig műsoros volt, is hallottuk. Mire megérkeztem, örültem, hogy kinnál a kabrió, mert hogy lábunk kigurult, meg minden, aztán már hát ugye majd az röhögött, hogy ha és lehet, hogy nem is a tiéd, úgyhogy big business hír. Neki úgyis kell a diszkó, hiszen bemutatókra jár. Hát meg már korba van. Erősen kopaszodik, meg korba is vagy már. Kell a fasz hosszabbítás, gyerekek. Úgyhogy úgy nézett ki, hogy hát akkor ő meg szeretné inkább cserélni a két autót, mert hogy... Mi lenne ha? Mert ugye jöttek a fasz a érvek, mert hogyha egyszer majd versenyezni mész, akkor ugye már nem kell majd neked pluszizni. Nem, ez igazából... Ez egy tök valós érv. Én nem azt mondtam, hogy nem valósak az érveid, azt csak mondtam, hogy egyből ment az érve. Pláne, hogy ez a mancs érve volt. Igen. Egyébként. Amúgy. Hát nyilván ez ő az észre bandában, ezt mindenki tudja, nem? Hát egyébként igen. Hát és akkor elkezdtem ezen elgondolkozni, hogy igazából tényleg ugye a művész, meg kaszkadőr simogatóra, hogyha járni kell, akkor te tudsz vele ezzel járni, mert így is úgy is diszkózni kell. Én meg ugye maradok akkor a háttérben a stealth sedannal. Hogyha jól néz ki, hogy akkor elcseréltük az autókat. Majd megbeszéljük, mennyit fizet még rá. Mégiscsak egy kabrió. Szóval írhatom át a Zsolti szedánját Tóni szedánjára. Igen. Valaki mondta, hogy azt hiszem, hogy egy horvát nevet írok le. Zsolti szedánja. Ez Debrecen Drive-on, ez geci menő lesz. Igen. De fiú már, akkor most ebből is mennek ott úrlapények. Hát igen. Hát sajnos ki kell csípkednem alól a izét. Nem, azt mondtam, egy-egybe cseréljük. Igen? Várjál, mert még jönnek a kupozíciók azért. Ide egy UV LED szalag kell mindenképp, meg az aljára a Type-es. Ami dekor csapjunk rá. Hát, jó, valami kéne.